Hivatalosan is petíciót szeretnék indítani annak érdekében, hogy a társasjátékokhoz, amikor megvásárolod őket, vagy hozzád kegyveled, akkor rögtön időt is adnak ahhoz, hogy ezekkel a játékokkal tudj játszani. És rögtön lennének a dobozon jelölve, hogy hány játékosnak ajánlják, milyen hosszú játék, milyen életkortól működik, és hogy hány órát kapsz ajándékba azzal, hogy ezt a játékot kibontod. És akkor rögtön mondjuk kibontok egy játékot, és akkor így megáll az idő, de nem nekünk, mert mi, akik játszunk, a játékkal is, és amikor összepakoltuk a játékot, akkor minden megy tovább a megszokott mederben. Úgyhogy ez a petíció, hogyha tetszik, akkor kérek a kommentek közé írjátok alá. És bízom benne, hogy ha összegyűlik ebből rengeteg aláírás, akkor valaki majd megoldja nekünk, hogy a társasjátékokhoz kapjunk időt is. Ez azért nagyon fontos számomra, mert megint hozzánk került hét új társasjáték, megint fantáziát láttam 7 új játékban, és nagyon bízom benne, hogy amikor ezeket kibontom, akkor megáll az idő, és én tudok anélkül játszani ezzel, hogy bármi problémát jelentene és nem rabolná az időt második nagyon fontos dolgoktól. Úgyhogy nagyon szeretném, hogy a játékok az adnának időt is. De jöjjön most ez a hét játék. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Az elmúlt időben fantasztikus akciókba szaladtam bele, és alapvetően nem azért veszek meg egy játékot, mert akciós vagy, mert jó hanem alapból érdekelt, vagy van benne valami kis érdekesség, ami felkeltette a figyelmemet, és nagyon szeretem ezeket a játékokat bemutatni nektek, és elmondani, hogy miért esett az adott játékra a választásom. Természetesen ez egy szubjektív tartalom, ezen játékoknak valójában semmi köze nincs egymáshoz, viszont nagyon szeretek játékokról beszélni, és ezek szerint pedig szeretnék hallgatni, meg látni azt, hogy milyen játékokról van szó. Lássuk is! Döbbenetesen jó áron csíptem el az amúgy német szabálya rendelkező Troa Dice című játékot. Van egy Troa című játék, annak egy Ladies a Troa című kiegészítője, mind a kettő megvan, nagyon szeretem. Ez egy tök jó, ügyes interakcióval rendelkező tablóépítős euró, amiben a saját kis negyedünkre dobunk kockákkal, és a többi játékosnak van lehetősége megvenni tőlem ezeket a kockákat. Fontos kocka használó játék, de a kockadobás után döntesz arról, hogy hogy használod ezt föl. És van mostanában ez a Roll and Ride hullám, és nagy sikeri játékoknak szokott lenni ilyen kockás írogató változata. Így történt a Troadice-szal is. A játékosnak van egy saját játéktere, és a kockákkal különféle helyszínekre dob, és x annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot tudja gyűjteni. Nagyon sok rémelés van az alapjátékra, ugyanazon területek vannak, nagyon hasonló mechanikák, viszont eme játék esetében nagyon domború a szóló mód. Nincs a játékosoknak egymás a hatása, akár a ha játszhatnánk, az van ráírva a dobozra, hogy egy 10 játékos részére. Én egyedül tervezem jól alaposan kimaxolni ezeket a lehetőségeket. Én szeretem ezeket az egymásolható kis dolgokat, és én szeretem az játékokat. Úgyhogy dacára annak, hogy egy nagy kompromisszummal született meg a Troadás, és jóval szoliterebb, magányosabb játékélményt ígér, de ez engem egyáltalán nem zavar, és szeretem a Troá középkori világát. Bizalmat szavaztam a Red Rising című játéknak, ami a vörös lázadásnak még az angol megfelelője, azóta természetesen megjelent magyarul is a Delta Vision gondozásában. Én tök jól el vagyok a Stone Mayer Games játékok minőségével, illetve összetettségével. Ez a könnyedebbek közé tartozik, tehát nem egy szájt történet, hanem ez egy kéz játéknak, játék. Nekem nem tetszett a mesebeli birodalmak is, ott is limitált kártyával dolgozik a játékos, itt a játék elején kapok ötöt, és a játék során van a lehetőségem cserélgetni ezeket a kártyákat, és ezek nagyon szépen hivatkoznak egymásra. A tematikussága nem tudom megítélni, mert én nem olvastam az alapművet, úgyhogy elsősorban a játék döntése érdekelnek, de tetszett, hogy egy csomóféle téren tudok optimalizálni, nagyon szépen gyűjtögetek is kristályokat, és cserélgetem a kezemben tartható kártyákat egy hatalmasnak kínálatból. Úgyhogy a játék végére tényleg az ügyesen kombó játékos lesz a győztes, egy a egyszerű, nagy játékos számmal is működő, talán családibb, haladóbb játék, és szerintem azoknak is érdekes, akik nem olvasták az alapművet. Én nem olvastam, úgyhogy számomra is érdekes. Tudjátok mi az, hogy batiszkáf? Sokáig én sem tudtam, minden egy nagyon kedves imprós kollégám Szőke Gábor felvilágosított, hogy a batiszkáf az a merülő kabin, amit egyébként a Mariana árak fenekérés leküldenek. Pár ember kinéz a batiszkáf ablakán, megállapítjuk, borzasztó hely, becsukja az ablakot, hogy gyorsan visszajönnek. Előkészült egy társas játék, Bergen Basement Betis nevű játék, ami hát euh, igazából kezem ügyébe akadt. Felfedeztem, hogy ez egy csak egyedül játszható, merülős társasjáték, és talán tudjátok, egy csomó videót készítettem egyedül játszható, vagy egyedül is játszható játékokról, és én kifejezetten szeretek egymaga elpakolgatni, és nagyon jó látni, hogy egy csomó társasjáték játék célzottan egy játékosra készül. Nyilván játszhatjuk többen is, és akkor megbeszéljük, hogy pontosan miről van szó. Hasonlóan a köszöntünk a Holdon játékhoz, itt is többféle pályával találkozhatunk. Itt egy kockadobáson keresztül próbálunk meg szerencsét próbálni, minél mélyebbre merülvén. A játékszabály nem azért vastag, mert nagyon bonult lenne a játék, hanem az apróságokat, a különféle pályák apróságait részletezi. Én nagyon megörültem ennek, hogy egyetlen kapható most Magyarországon ez a játék. Egy egyetlen nem nyelvfüggő a játékszabályban vannak kihívások. Legjobb tudásom szerint senki nem fordította még le a szabályokat, de szerintem egy tök jó kis munkának ígérkezik. Én nagyon szívesen merülök. Na, that movie, vagy nem az a film. 2022-ben eszemben találkoztam Németországban a társasjáték kiállítás és bőrzén ezzel a rengeteg Humorral dolgozó partijátékkal, amiben filmcímeket vagdaltak szét, és ezek véletlenszerűen találkoznak középen. Ilyenek, hogy The Name of Wall Street, vagy The Wolf of the Dog. Uh, the Power of Comedy. Ezek filmcímek csak rosszul vannak elvágva, és véletlenszerűen találkoznak egymással, és a játékosok szavaznak arról, hogy a pozitív és negatív kritikák fényében vajon melyik filmről lehet szó. Az egyik játékos meghatároz egyet, ami biztos nem lehet, és hogyha valaki arra szavaz ebben a kooperatív játékban, akkor sajnos nem kapunk annyi pontot, de az egészet körbelengi egyfajta popkultúra és humor. Imádom a mozit, imádom a filmeket, és minden egyes játék érdekel, ami a filmmel vagy a popkultúrával foglalkozik. A Nadat Movie fantasztikus, ügyesen, egyszerű módszerrel csavar egyet a dolgokon, és nagyon jó beszélgetés kezdeményez, hogy az a film pontosan milyen lehet. Úgyhogy számomra a Ned Dead Movie dacára annak, hogy erősen nyelvfüggő, és kéri az angolt, instant hely volt a polcon. A Corrosion vagy a Korrózió című játék nem jelent meg magyarul dacára annak, hogy a Deep Print Games-től érkezett már egy sör és keny, illetve egy Renature című játék is. Ez egy mechanizmus építős játék, egy nagyon ügyes csavarral, méghozzá kis gépeket építgetünk, amik korrodálódnak és egy bizonyos idő múltán leesnek. Tudjuk használni az ő képességét, ez egy tablóépítős engine building, amiben győzelmi pontokat gyűjtögetünk. A Deep Print Gamesnek nagyon jó játékai vannak, fantasztikus és egyszerű, talán családi haladóbb kategóriái dolgokat dolgozik. Elképzelhető, az arcolata, ez a rozsdás, sztiló, szürkés, barnás asztal képez, szerintem sokaknak azt a hatást keltette, hogy Magyarországon a partijátékok, meg a családjátékok piacon nem fog annyira működni, viszont nekem kifejezetten kellemes meglepetést okozott. Pláne úgy, hogy egy nagyon komoly kedvezménnyel találkoztam ezzel a játékkal, úgyhogy szerintem kifejezetten jó befektetés volt. Én nagyon szeretem az engine játékokat, szeretem a különleges eredeti alkatrészeket és az eredeti megoldásokat, illetve azt a modern tanítást, hogy hát vannak dolgok, amiktől el kell búcsúzunk. A biztos. Jöjjön a sára, a sara nevű játék, nem tudom, hogy ez a cím, kinek a sara. Túl sok kb-t ittam, vagy túl sok keveset, nem tudom. Jó, az a sara című... Ujj, <laughs> maradtam ezen a teljesen, így megy tovább, tudok kezdve, mindig oké, okay, oké. Okay. A szara, de, de, de hogy, hogy, <gül> <gül> hogy, hogy nekinek az... Fennakadtunk ezzel, hogy kell ezt a játékot kimondani. De ez van ide hogy gyerekek, nem tudok mit csinálni, ez ennek a szerencsétlen játéknak a címe. Amióta komolyabban foglalkozom a modern társas játékokkal, azóta érdekel Volgan Krámától és Michael Kislingtől minden. Ez egy magyarul nem megjelent Ravensburgeres játék, amiben a játékosok tornyokat építenek, toron részleteket vesznek fel kártyák segítségével. A Nautikus című játékra hajaz, bár ott a follow a követés mechanizmus van. Itt egyszerű kártyákat pakolgatunk, különféle alkatrészeket vegyünk. Nagyon tetszett a táblakép, nagyon tetszett a játék a, a harmóniája, dinamika, és alapvetően ez egy kedves építkezős történet, kifejezetten egyszerű szabályokon keresztül történik. Ezt a játékot bár bontottam, vettem meg, de én nyomkodtam ki az alkatrészeket, és ez egy 10 plusz játék esetében fantasztikus felemelő élmény, ugye a számomra ennek a játéknak a megléte, aminek a címével még mindig hadilában állok. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a polcomon tudhatom, igazi kis gyöngyszem, régóta várt beteljesülés, vagy teljes besülés. Beteljesülés. És végül, de nem utolsó sorban a lista utolsó helyére és bizonyos szempontból főhelyére a Tikál új kiadását szerettem volna feltenni. Amikor megláttam a webshopban, hogy ez kapható azonnal instant buy, ugyanis ebben a játékban, ami egyébként jó 25 éves Jerez díjas játék, és ugyancsak Michael Kissének és Morgan Krámának a nagy sikerű játék, és a Mask trilógiának az első tagja, a játékosok Mezoamerikában piramisokat fedeznek fel. Az eredeti Ravensburgeres széles dobozos kiadásban ilyen punchboardok, -ok, ilyen kartonból kinyomkodó ívek a, a, konkrétan a templomok, itt viszont a kiadó vette a fáradtságot, az eredeti kiadó Super Meeple, hogy ilyen kű hatású dolgokat pakolgatunk egymásra, és annyira szépen dimenziós effektje lett ezen templomoknak, és ide játéktérnek, hogy az valami fantasztikus. És úgy érzem, hogy ez a nagyon kemény, masszív, háborús hangulatú, többségszerzős, akciópont használó játék elnyerte azt az arcolatát, azt az asztalképet, amit mindig is megérdemelt volna. Ez egy nagyon kemény játék, elsősorban négy játékos részére, kisebb játékos számmal gyakorolható, de négyen nyílik ki ez a kis többségszerzős munka, amiben a kis régészeinkkel, emberkéinkkel különféle relikviákat gyűjtünk, és minél magasabb, azaz több pontot érő templomok köré próbálunk meg ügyesen többséget szerezni, töb töb többségi jelen lenni. Nagyon komoly skandalozás, nagyon izgalmas térkép, felfedezés, és az a játékerikünk meg a karkasszon előtt jelent meg, úgyhogy egy jó 25 éves történetről beszélünk, viszont öreg játék, nem vén és a Tikal esetében ez hatványozottan így van. Pláne ezzel az asztalképpel, imádom. Ebben a hét újdonsága játékos a videóban most ezen játékokat mutattam be nektek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek az elmúlt időszakban milyen játékokra esett a választásod. Kélek írjátok meg a kommentben, és kélek írjátok alá a videó elején említett petíciót. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor el ne felejtsetek dobni. Ha felszeretnétek iratkozni a csatornánkra, akkor odalent megtehetitek, és hogyha rákattintotok mellette a chilling előre, bármikor új tartalmat teszünk ki, értesültök majd róla. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot! Sziasztok!